Apám tényleg paraszt volt, de rajtam fehér a mellény és sárga a cipő. Hány éves ez a szekrény? Nagyon csodálatos kaland volt, mert 4 évben nagyon-nagyon vágytunk arra, hogy Shakespeare-re tudjunk foglalkozni. Csehóval. Nekem sem maradt egyetlen kopálykám sem. Alig bírtuk hazajönni. És a mamut fel se fogja. Leülünk a pályaudvaron ebédelni és a legdrágábbat rendelni. És rubenes borravalókat ad a pincéreknek. Sárlotta szintén, Jása is megkérje maga adagját. Egyszerűen rettenetes! Ez a Jása a mama lakája. Magunk alosztunk. Igen, láttam azt a csirkefogót. Hát itt van mi újság? Megfizettétek a kamatokat? Ugyan. Augusztusban elárverezik a birtokot. Isten. Ne! Adok én neki! Mária megkérte a kezem? Pedig szeret téged. Valljatok már egymásnak szerelmet. Mire vártok? Én azt hiszem, nem lesz ebből semmi. Annyi a dolga, rám se hederít. Ez egy jó kihívás fiatalokkal csehóval csinálni. Nehéz, mert nagyon sok tapasztalat kell ezekhez a szerepekhez. Sok mindent át kell adni abból, amit én tapasztaltam már, vagy ami velem történt. Az önök cseresznyés kertje mindössze 20 versztányira van a várostól. A közelbe megy a vasút. Ha a cseresznyés kertet a folyóparti földdel együtt felparcellázzuk, és aztán bérbe adjuk a nyaralóknak, akkor legalább évi 25 ezer rubelre számíthat. Bocsánat, ez marhaság! Én nem egészen értem magát, Jármolaj Alexeyevics. A nyaralókból legalább 25 rubelt szedhetnek hektáronként. Ha most mindjárt meghirdetik, kezeskedem róla, hogy őszig egyetlen bérbe adatlan hely sem marad, mindent elkapkodják. Van egy csodálatos hely, amit ez a testvérpár, a Ranyevszkája és a Gajev eltékozolnak, elveszik valamit, mert nem figyelnek rá oda, nem ápolják. Most az én életemben már voltak ilyenfajta tapasztalatok, amikből persze az ember soha nem tanult, hát ezekről beszélek többek közt, meg a férfi-nő kapcsolatokról. Várja, attól fél, hogy mi egymásba találunk szeretni, azért van a sarkunkban egész nap. Mert ő a szűk agyával nem fogja fel, hogy mi felett állunk a szerelemnek. Igen, kikerülni mindent, ami kiszerű, mindent, ami megakadályozza, hogy szabadok és boldogok legyünk. Természetesen mindenkinek volt mindenféle kapcsolata, ez világos, de hogy annak a mélységei, hogy hogy veszít el az ember egy szerelmet, hogy tud belőle kiszállni egészségesen, vagy hogy megy bele tönkre. Elmegyek! Anyuska! Otthon az embereknek nincs mit enni, maga meg egy aranyat ad ennek! Mit csinálják, hogyha ilyen buta vagyok? Várja, otthon mindenemet neked adom, amint csak van. Jármolaj Alexeyevics. Adjon még kölcsön. Igenis. Merci. Menjünk, uraim, ideje. Különben várja. Közben téged férhez adtunk. Gratulálok! Anyuska, ezzel nem szabad tréfálni. Mondjuk a rostorba, Ofélia. Ofélia. Onimfa. Foglald imádba minden bűnömet! Induljunk, mindjárt vacsora. Megijesztett. Még most is dobog a szívem. Figyelmeztetem önöket, hölgyeim és uraim! Augusztus 22-én lesz az árverés! Gondolják meg! Akkor megtudtam, hogy lopahin leszek, akkor elkezdtem kutatni archetípusok felé, hogy milyen emberek léteznek. Már ez menj már innen, hát az Isten áldjon meg. A lényeg, hogy ebből írom a szakdolgozatomat, és utána olvastam a pszichológiának például, hogy milyen frusztrációkkal rendelkezik egy ilyen ember, akinek hatalom van a kezében, de mégis őrülten szeretet éhes. Szeretnék beszélgetni valakivel, de nincs kivel. Senkim sincs. Mi közöm a szajgó világhoz? Mit nekem barát, vagy ellenség?
Milyen kellemes mandolinon játszani. Ez nem mandolin, ez gitár. Akinek az eszét elvette a szerelem, annak ez mandolin. Nem szabad úgy komoly venni a Csehovot. A Csehov teleírta sírásokkal, zokogásokkal a darabot, ami szerintem elviselhetetlen ma már, és nem is igaz. Ha az ember elolvassa Csehovnak a novelláit, a darabjait, például a Cseresznyéskertet, akkor óhatatlanul fel kell benne fedezze a humort. Ugye a Jepihodov nem igaz, hogy az nincs tele humorral. Ugyanilyen a Dunnyassa, ilyen a Jássa. Egyszerre kell nevetni és sírni. Érzékeny lettem. Finom. Nemes. Folyton aggódom, szörnyű. Jássa. Van egy másfajta mélysége is ennek, ahol a tudatalatti működése fontos. Hogy reagál az ember a bajokra, hogy közben miket követel, milyen hibákat. Csak azt tudnám, eladták a birtokot, vagy sem? Nem tudom, mit gondoljak. Elveszítem a fonalat. Mindjárt ölteni fogok. Mindjárt valami ostobaságot csinálok. Petya, mentsen meg, kérem, beszéljen, mondjon valamit! Eladták a birtokot, vagy sem, nem mindegy. Már rég vége mindennek. Az utat benőtte a fű. Nyugodjon meg, kedvesem, az embernek legalább egyszer szembe kell nézni az igazsággal. Miféle igazsággal? Maga látja, hol az igazság, hol a hazugság. Én elvesztettem a látásomat, és semmit se látok. Maga berészen dönt minden fontos kérdésben. De mondja, kedvesem, ez nem azért van, mert maga még fiatal? És még sohasem volt ideje, hogy valamelyik problémáját megszenvedje? Szabad teret adott. Andornak a világa, ő inkább ilyen támpontokat adott. Nekem például azt mondta, hogy ez egy nagy léptű ember. És ahogy lép, ahogy mozog az összes cselekedete, olyan kicsit ilyen óriásszerű. Minden szerepből valami nagyon furcsa világot teremtett szerintem. Nagyon-nagyon jó munka volt vele. Eladták a Cseresznyés kertet? Kivette meg. Én vettem meg. Várjanak! Hölgyeim és uraim! Könyörgök. Össze vagyok zavarodva. Azt, hogy megtudtuk, hogy a Cseresznyés kert valaminek az elmúlása, valaminek a vége, és most lesz vége az osztályunknak. Ez egy nehéz fázis. Belegondolni abban, hogy mi lesz a jövő, ez pont ugyanaz a Cseresznyés kert valaminek az itthagyása. És láthatnám, mi történik. Hogy Gyermolaj, akit annyit vertek, aki alig tudott írni, olvasni, aki téren mezitláb szaladgált, ez a Gyermolaj megvette azt a birtokot, amelyiknél nincsen szep az egész világon. Az élet